Szervusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódban kicsit beszélgetünk a motrokról. Valóban nem is a motrokról, hanem az ócskavasakról. Sajnos ezt kell mondjam, rengeteg van belőlük. Mondom, a használt motorpiac 80%-a ócskavas. Nem úgy ócskavas, hanem menthetetlenül rossz ócskavas. Amelyik nem lehet, gyakorlatilag nem lehet motrozni. És miért te? Azért már az emberek hanyaguk. Erősen, én ilyen hanyag népséget nem láttam becsületszám. Borzasztó, hogy mire nem képesek az emberek, miket nem művelnek el. Gyakorlatilag apró pénzből hibát, egy nagy problémát megelőzhetnének, és nem csinálják minimális karbantartást, ami aztán tényleg minimális. Olyan dolgokat csinálnak, hogy megáll az embernek, amivel nap mint nap talál. Pár hete elhatároztam, hogy elkezdem gyűjteni, amiket leszedek a motrokról, alkatrészek, hogy az emberek milyen alkatrészekkel járnak. De nem kellett, két nap alatt annyi mindent összegyűjtök, hogy életveszély. De mindenütt így van. Nem, én nem értem az emberek. Nem tudom, miért nem, de erősen hanyagok. Azt kell mondjam, hanyagok. És olyan ember is van, amire arra se tudom fogni, hogy pénztelen, már tudom, pénze van, és az is megcsinálni. Az is ugyanezt egy csinálni. Szóval összegyűjtöttem nektek pár apróságot, nézzétek meg, hogy mivel járnak az emberek, és nem is olyan hatalmas összegek, és mégse csinálják. Mégse. Na szóval, nem is tudom, mivel kezdjem. Volt kapcsolószekrény hibás, amelyik szekik a szekrény, nem tudják sebességbe tenni. Jobban mondva, nem viszi a motrot, csak kattog, peccek. Hát, problémát megoldottuk, szétszedtük neki a szekrényt. Megjavítottuk. És ezzel látszik, hogy ezzel még járva is volt, már legömböjtett a tetejét is, úgyhogy nem friss törések, hogy el vannak vékonyodva, frissen letörnek, hanem... Nem, olyan kemény a fékkel, nem tud fékezni, nincsen első fék. Olyan erős kemény, hogy hát ezért kemény. És ezzel is látszik, sokat volt járva, mert nem friss törés, nem úgy, hogy most letörött, nem. Látszik, már szépen a törés le van gömbölyödve, ügyesen a kesztyű a sár lecsiszolta, úgyhogy... Igen, sajnos. Olyan jó hátsó fékem van, úgy fog. Igen, ezzel foghat is. Foghat, most már fog, már új tarcsát kapott. Mondtam, egy betét, ehhez nem kell atomfizikusnak lenni, hogy lássad, hogy kopott. Egy betét 10 euró alatt vehető. 10 euró alatt. 10. Lehet, ha jó megkeresed, 5 euró alatt is kapsz. Egy tarcsa 50 euró. Nem érdemesebb, megnézz, csak kicseréljed. Tarcsa. 1 mm alatt van, elvágja az ujjadat. Itt gyakorlatilag vág. Elvágja mind a penge. Árászkedsz, eltörik, kitöröd a nyakadot. Nem elég, hogy szétfogod a zetriéredet, kiváti a dugattyút, bétüri, annyira kopott, betét is, ha kopottabb, kijön a dugattyú, bécsipődik, fára vág. Jó, a nyakadét nem kára, megfogod. Nem fogsz tudni venni egy etriért. Olyan drága egy fék etriért, nem fogsz tudni venni. Egy betétnek az ára, sporoltad meg, mondtam, 5 eurót. 5 euróért biztos, hogyha megkeresem, veszek. Nem legminőségibb, de ennél biztos jobb. Ennél 100%. Csapágy. Apró pénzé, csapágy. 1-2 euróit mondtam, veszek kerékcsapágyat.
Megblokkol, annyira megblokkál a házba, forog a házba, megfordítsa a maga az agyba, megfordítsa a csapágyat, megfordul a csapágy. Többát nem lesz jó neked, nem lesz jó a maga az agy, a karékagy, kell vegyél karékagyat. Egy vagyon, egy csapágy 2 euró, 2 euró. Betyöges a kanál. 2 euró. Nincsen pénzed csapágyra, nincsen 2 euród, motrozó, nincs 2 euród. Legalább 2 hetente vedd le, zsírozd le, sokkal többet fog tartani. Lezsírozod, kipucolod belőle a sart, mert nem volt, ha nem csapára, nem volt pénzed, akkor szimmeringre sem volt pénzed. Legalább zsírozd le. Tengelyt legalább lássen kivenni, sokból tengelyt nem tudom kivárni. Nem tudom a tengelyt, a karék tengelyt nem tudom kivenni, úgy belé van rozsdalsodni. Van egy kicsit drágább is. Mi, amikor így néz ki egy vezérműláncod? Így. Mit vársz el? Mit? És akkor csodálkozó, alig mentem, szétvárta a hengérfelmet. Így néznek. Nap, mivel mondom, ez a héten, ez nagyjából a héten gyűlt ez. Gyertya. Ez 5 éve nem volt ez a gyertya, ahhoz ez a nyúlva. Érdemes megnézni. B van gyógyulva bele. Nem elég, hogy eszi az olajat, az nem oldja meg, te lángba teszed, tüzeled, nem oldja meg. De lehet olcsó gyertyát kapni. Olcsó. Ha egyebát nem veszel, legalább egy kínai gyertyát. Veszel egy kínai gyertyát, tedd be. Nem értem, srácok. Mondom. És ezek ahhoz képest, hogy mit lehet költeni egy motorra, ezek apró pénzek. Azt kell mondjam, apró pénzek. 5-10, maximum 50 eurós izék. Még 50 euró sincsen, már 50 euró alatt is veszel vezérműláncot. Ezek olyan tételek. Nem. Számíts ki, mikor kell vegyél egy hengérfát, vagy kell vegyél egy hengért, dugattyút, hajtókkal, csapágyakot, mi lesz, ha ezekre nem vagy képes küldeni. Mi lesz akkor? Na jó van, srácok. Majd kicsit beszélek az Einérről is. Én is akkor múlt héten, az előtt való héten megláttam ez az olajtankról, ami jön, ez a gumisuska. Láttam, már elég érett ára a tépések, azok azért figyelnek oda, mert elég szép repedések vannak rajta. Tudom, látszik-e? Látszik, itt meg van írva szép repedések. Úgyhogy ezt egy kicseréltem az enyémet, megmutatom, hogy melyik alkatrész. Kapcsoljak egy lámpát, ott a pompának a milyen a tartálykától, az a fekete alkatrész. A gumicsonkocska az elég hajlamos a megérése. Azt mondják egyesek az olajtól érik meg, de a helyén ki lehet cserélni, én sem vettem le semmit, ott cseréltem ki, egy kicsit szükös, de meg lehet oldani. Azt mondják, hogy az olajtól, de így ahogy átnéztem, belülről semmi nincsen, belülről szép ép minden, kívülről vagy a hő, vagy a vegyszeres mosás, ilyesmi, nem tudom, hogy mitől, de nem. 10. 5 euró körül van, úgyhogy nem. Ágát rengető, egy kicsit bosszantó, hogy a fiatal gépeken ilyen hamar megérik, de viszont most már vettem pócra is, úgyhogy legyen, ha következőkor cserélni kell, gond lehet belőle, levegőt tud szívni a pompa, vagy hasonló dolgok, hogyha átszív rajta, lehet, hogy nem is látod, hogy áraszt, hogy megjelenne az olaj, vagy valami, de viszont levegőt szív, levegő dugó kerül maga a pompába, probléma lehet belőle, úgyhogy érdemes leellenőrizni, hogy milyen állapotban van. Minden kívülről mosastan, látod újjal, megnyomogatod, hogyha repedések vannak rajta fogod látni. Nem nehéz a cseréjese. Úgyhogy ennyi lett volna a mai epizód. Mondom, azért próbáltuk oda figyelni. Tudod, olyan a tulaj, legalább te figyelmeztesd, megnézed, mondd meg, cseréld ki ember, cseréld ki te paraszt, mert
hanem nem megyek veled motrozni. Próbáltak egymást egy kicsit reckungolni. Magiktól nem képesek, akkor mutass példát neki, vagy mondd meg neki, nem megyek, nem megyek veled, mert ócskavas, nem akarom egész nap, nem azért meg kéne motrozni a héten egyszer, hétvégén, mert hogy toljam, súzzam a motrodat. És akkor a piacon se lesz ennyi rossz motor. Mondom én nektek, hogyha egy minimális odafigyeltek, nem lesz ennyi rossz. A következőkor lehet pont te mész vásárolni egy motrot, pont egy ilyen ócskavasat, egy ilyen tulajtól fogod megvenni a motrot. Mondtam, nem csicsa kell, legyen mechanikuson, legyen jó, csicsát apró pénzből, csicsás gépet csinál, de mechanikuson legyen jó. És mondom, amelyik nem fektet ilyenbe, nem fektet egy fogaskerékbe, 5-10 euró, nem fektet egy ilyenbe, vagy nem fektet egy ilyenbe 5 euró, annak milyen lehet a többi? Meséljétek el nekem, hogy milyen lehet a motor többi része. Na jó van, srácok. Megiszok egy sörecskét, és ennyi lett volna ez a mai epizód. Szervusztok!